Sziasztok! Ma is egy nyári csemegét mutatok meg nektek. Egyszerű, gyors és ízletes fogásról van szó, amit a nap bármely szakában el tudtok készíteni nagyon gyorsan. Ez nem más, mint a kolbásszal és baconnel göngyölt karajtekercs. Elsőként a karaj szeleteket ki kell klopfolni. Az a lényeg, hogy a karaj szép, vékony legyen. Így mindkét oldalról megütögettem, és eztán következik a töltés. Na, mivel is fogom megtölteni? Hát kolbász mondtam, természetesen grill kolbászról van szó, amiben van egy kis paradicsom, egy kis mozzarella és egy kis jalapeno paprika is. Na, először is vesszük a karaj szeleteket, letesszük, így. Tetejébe teszünk két szelet bükkfán füstölt békönt, így, mind a kettőre. Persze többet is fogok készíteni, csak most ez az első kettő a mintadarab. Közepébe, illetve szélére helyezem a kolbászokat, és akkor szépen fölgöngyölöm. A lényege, ugye, hogy békönbe tekert grill kolbász, ami kívülről kap egy karaj bevonatot. Eddig még egyébként ez nem nagy szám, biztos csináltatok már ilyet. A nagy szám vagy a praktika, vagy a trükk, az csak ezt követően fog jönni. Mégpedig ehhez szükségünk van, illetve nektek is szükségetek lesz egy pár húspálcára, mellyel megszúrjátok ott, ahol a karaj véget ér, tehát az utolsó részénél. Így hármat szúrtok bele, jó? Ugyanis ezt az egészet háromba fogom vágni. Jó, ugyanezt megcsinálom a másik göngyölt hússal is, és így egyébként nem csak karajt, de mondjuk csirke vagy pulyka mellett is fel tudtok göngyölni. Közepébe pedig bármilyen típusú grill kolbászt be tudtok helyezni. Na, kérem szépen, akkor most jön a vágás. Az a lényeg, hogy a vágás az mindig is pontosan a rudak közé essen. Tehát íme az egyik, íme a másik, és akkor így lesz belőle harmadik is. Na kérem szépen, ha ez így megvan, akkor egy felforrósított serpenyőbe, vagy éppen lapra helyezzük, de előtte egy kis olajjal megpörgetem. Így. Fogom, és ugye a vágott felülettel lefelé ráteszem, és kihúzom a szélére. Így. Vagy hagyom a közepén. Hát attól függ, hány darab van. Én most többet fogok sütni, mert ez az alapverzió. Így. Most jön a tuningolt verzió. A tuningolt verziónál a következő van. Leterítjük a karajszeleteket, és most teszünk hozzá egy kis szószt is. Méghozzá az egyikbe hamburger szószt teszek. Hamburger szószban egyébként van egy kis uborka, van egy kis chili, de nem csíp, hanem pikkánsan, kellemesen, édeskésen savanykás. Na, és ha rajta van a szósz, akkor jöhet rá a bacon. Így. Tehát itt egy szósszal megkent húsba fogom beletekerni. Így. Van még egy ötletem erre a verzióra. Az a tocsogjon benne. Ez a lényeg. És egy picit állni hagyjuk. A másiknak a közepébe egy kis chili szósz teszek. Így. És erre helyezem rá a bacon. Teszünk megint bele egy kis, opa, egy kis kolbászt, és föltekerem az egészet. Így. A technika ugyanaz, három tűzés, két vágás, és mehet a serpenyőbe. Na, kérem szépen, el is készült ez a gyors csemege, hát ígértem, hogy gyors lesz, gyors is lett. A lényeg, hogy most már csak valami kis köretet kell mellé keríteni. Na hát nagyon egyszerű, én friss nyári salátára gondoltam, mindenféle zöldségekkel, uborkával, friss salátalevelekkel, kápia paprikával, hogy legyen valami édeskés íze, de egyébként önmagában is nagyon finom. Ezt aztán lenyom egy kis szósszal, így. Mert hogy saláta üntetnek is kiválóan alkalmas, az uborka miatt bizony. Így. Ez az. Jó. És jöhetnek rá a húsok. Na nézzétek meg. Ez az.
1. Hát most elerakom szépen, ugye? Hát, hogyha magamnak készítem, akkor körülbelül egy 5-öt fogok rárakni, annyit én simán, gyerekek is 5-öt be tudnak tolni, úgyhogy pláne, hogyha ugye játékban vannak, vagy éppen fürdenek. Még egy kis kolbásszal is megékesítem itt a bal oldalát, meg a jobb oldalát is. Hát ezzel az étel el is készült, úgyhogy nincs más dolgom, mint hogy lehűtsem. Magava! Sziasztok! Woohoo! Igen!